Na, és akkor nézzük, hogy mi van a fegyverekkel. Újra hiperszónikus rakétákat vetett be az orosz haderő, moszkvai közlés szerint, sőt a Kaszpi-tengerről, tehát bő 1000 kilométeres távolságról is indítottak rakétákat ukrajnai célpontok felé. Az ukránok továbbra is azt hangoztatják, hogy hősiesen védekeznek, így alig-alig haladnak előre a támadók. Várható viszont, hogy az Azovi-tenger partján nem tudják megőrizni Mariupolt. Az ENSZ szerint eddig 900 civil áldozata lehet a háborúnak, de ők is hozzáteszik, hogy ez csak egy becslés, teljesen bizonytalan adat. Vasárnap hajnalban megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. A légitámadás azonban ezúttal elmaradt, annak ellenére, hogy a BBC katonai szakértőkre hivatkozva azt közölte, az orosz hadsereg jelenleg a csapatok átrendezésével van elfoglalva, és elképzelhető, hogy a szárazföldi offenzíva helyett inkább a légicsapásokra fogja helyezni a hangsúlyt. A déli Mariupolban viszont már is felerősödtek a légicsapások, jelentette a város vezetése. Beszámolójuk szerint az éjszaka bombatalálat érte a kikötőváros egyik iskoláját. A felvételeket az intézmény egy volt diákja készítette, a város vezetése pedig megerősítette, hogy az épületben csak nem 400-an, többségében gyermekek, nők és idősek kerestek menedéket. Az áldozatok száma egyelőre nem tisztázott, de a helyi tisztségviselőkre hivatkozó hírek szerint több tucatnyian lehetnek a romok alatt. Mariupol 4 nappal ezelőtt lebombázott színház épületéből a folyamatos támadások miatt eddig csupán 130 embert sikerült kimenekíteni. Ukrán állítások szerint ott legalább 1000-en kerestek menedéket. A várospolgármestere közölte, az orosz csapatok már elérték a kikötőváros központját, és a lakóépületek 80%-a megsemmisült a támadásokban. Ukrán források megerősítették, hogy a város elveszítette Azovi-tengeri kijáratát is. Beszámolók szerint komoly harc folyik az egyik legnagyobb európai acélüzem, a Mariupolban található Azovstál ellenőrzéséért, amelyet a BBC értesülése szerint vasárnap reggel szintén találat ért. A gyár igazgatója egyelőre nem közölt részleteket az épületben keletkezett károkról. Mariupolból szombaton mintegy 4000 embert sikerült kimenekíteni, de média értesülések szerint legalább 300 000-en rekedtek a városban víz, fűtés és áram nélkül. Az ukrán hatóságok szombaton azzal vádolták meg Moszkvát, hogy Mariupol evakuált polgárait akaratuk ellenére szállítják át Oroszországba. A város polgármesterének asszisztense a New York Timesnak azt nyilatkozta, csak nem 4000 ember szállítottak egy határmenti orosz városba, az útleveleiket azonban nem vihették magukkal. Az orosz védelmi minisztérium annyit közölt, ukránok ezrei kérték, hogy Oroszországba menekülhessenek. Vasárnapra virradóan legkevesebb 50 holttestet emeltek ki a Mikolajiv városában található ukrán katonai létesítményből, amelyet szombaton ért légicsapás. A megsemmisült barakokban legalább 200-an voltak. A légitámadások Csernyihiv városában is folyamatosak. A város polgármestere egy ukrán hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz csapatok válogatás nélkül mérnek lakónegyedekre tüzérségi támadásokat. Elmondása szerint a város kórházát újabb találat érte, ami miatt az egészségügyi ellátás is összeomlott. A polgármester úgy fogalmazott, Csernyihivben humanitárius katasztrófa alakult ki. Eközben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, újabb hiperszónikus rakétát vetettek be ukrán katonai létesítmények ellen. Az akár a hangsebesség 10-szeresével is repülő eszköz az orosz hadsereg egyik legmodernebb fegyvere. A fegyver első bevetéséről szombaton számoltak be, akkor egy föld alatti ukrán fegyverraktárat semmisítettek meg a Kinzsál, vagyis Tőr nevű rakétával.